elárulok egy műhelytitkot, amikor valamilyen rendkívüli esemény történik, akkor én vagy egy SMS-t, vagy egy telefonhívást kapok a mentőszolgált igazgatójától, hogy ez vagy az történt, és a minap éppen hazarepültem Budapestre, úgyhogy amikor bekapcsoltam a telefonomat még a leszállás után, akkor megjött az SMS, hogy egy busz egy szakadékba zuhant, és akkor ilyenkor az ember, mindig így átsuhan az ember agyán, hogy egy ilyen tömeges balesetnél mi minden történik, és miután én az első jelzést megkapom, azt általában olyankor teszik, amikor még nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt, úgyhogy végig gondolom a sérülteket, végig gondolom, hogy a családtagok még nem is tudják, hogy a szeretteiknek bajuk esett, végig gondolom azt, hogy most valószínűleg éppen ügyeletből távozott, vagy szolgálatból távozott egy mentőtiszt, mentőorvos, esetleg visszahívják, mert egy tömeges riasztás van, végig gondolom, hogy milyen eszközzel mennek, hogyan tudnak segíteni a bajba jutott embertársaikon, tehát így az emberben így végigpörög mindannak a felelőssége, hogy a hétköznapok során hogyan fejlesztette, hogyan szervezte az ellátásnak a különböző eseményeit. És igaz az az einsteini mondás, hogy a problémákat nem lehet, az igazi, valós problémákat nem lehet kezelni azon a szinten, ahogy az életben, ahol, annak a szintjén, ahogy, amikor létrehoztuk őket. Úgyhogy a gondolkodásnak egy új szintjéről szeretnék én most beszámolni önöknek, mert ezt már elmondtam többször, hogy én azon dolgozom, hogy többet államtitkár, miniszter ne henceghessen azzal, hogy új mentőautókat ad át, ez legyen a világ legtermészetesebb dolga, de egy olyan helyzetet örököltünk meg, amin még sokat kell dolgoznunk, amíg ez az állapot bekövetkezik. Ma viszont még egy extra dolgot is meg tudunk mutatni. A háttérben nagyon komoly rendszereket fejlesztünk mi. Igaz ez a vállalatirányítási rendszerekre, ami a mentőszolgálatnál is megtörtént, és azt hiszem a raktárkészleteknek, az elfekvő raktárkészletek mozgósítása, ez egy 150 milliós megtakarítást is eredményezett, tehát dolgoznak a háttérben a kollégák, de dolgozunk egy még fontosabb rendszeren, a mentésirányítás és a mentésnek az informatikai rendszeren is dolgozunk, a mentéshez kapcsolódó kommunikáció rendszerén. És most már zajlik, a szoftvert azt installálták, tehát a rendszer az a gépeken van. Jelenleg zajlik egy olyan szakmai munka, ahol a riasztási protokollok, a riasztás során a kérdezésnek, a szakmai értékelésnek a rendszerét dolgozzák ki közösen a mentőszolgálat munkatársai és az informatikusok. Zajlik a rendszer betanítása, és ezt önök is látni fogják. És azt is látni fogják, hogy ezek az új mentőautók, amiből 5 itt áll az udvaron, már azzal a képességgel vannak felszerelve, hogy van kommunikációs eszköze ezeknek az autóknak, ahonnan minden a mentés során bekövetkező eseményt már tud közvetíteni a mentőautó. Egyelőre, vagy a mentőszolgálatnak a csapata, egyelőre még ez a mentőszolgálatnak a felhőjébe, a központi adatbázisába történik, de ne felejtsék el, hogy ettől az évtől már a kezelőorvos hozzáférhet a betege ellátás során keletkezett adataihoz. Innen már csak egy lépés az, hogy a mentőszolgálat is le tudja hívni egy eszméletlen beteg adatait, és innentől kezdve egy lépés már csak az, hogy a mentőszolgálat a beteg adataival el tudja látni azt a kórházi osztályt, ahova a beteg érkezik. Úgyhogy az, amit itt látnak, ez egy áttörés jellegű fejlesztés. Sokkal hatékonyabban, sokkal célzottabban fogják tudni irányítani a bevetéseket a mentőszolgálatnál a mentésirányítók, hatékonyabban fogják tudni az erőforrásokat felhasználni, és az ellátásnak, a segítségnyújtásnak egy információval támogatott szintjét sikerül bevezetnünk a mentőszolgálatban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly lépés, és úgy, hogy az emberben egy riasztás kapcsán, vagy egy jelzés kapcsán végig pörög a bajba jutott embereknek a képe, az ő segítésükön dolgozó embertársaik képe, mentőszolgálatos kollégáknak, aki bajtársaknak a képe. Azért lepereg ilyenkor az ember agyában az is, hogy mennyit dolgoztak a kollégák a tervezésén,
Mennyit dolgoztak az uniós adminisztrációval, azt én elmondani nem tudom önöknek, hogy ez a bürokrácia hétköznapok során mit jelent. Sokszor többet kell azzal foglalkozni, hogy az adminisztrációt etetjük, mint magának a problémának, a valós problémának a megoldásán. Úgyhogy nagyon köszönöm minden kollégának, minden mentőszolgálatnál dolgozó műszaki, gazdasági, informatikus bajtársunknak is azt, hogy ezt végig küzdötték, hogy eljutottunk odáig, hogy az új mentőautók már ezzel a kommunikációs, elektronikus egészségügyi képességgel felszerelve érkeznek. Bízom benne, hogy ez a betegek hasznára lesz. Még azért ez egy kis idő, amíg installáljuk, de és az is egy kis idő lesz, amíg minden lehetőségét kihasználjuk. Már arról beszélgettünk főigazgató bajtárssal, hogy hát egy idő után már élő képet fogunk tudni közvetíteni a mentőautóból az adott szakorvosnak, hogy a segítség még célzottabb legyen. Azt tudom mondani, hogy ennek a feltételeit most teremtettük meg. Innentől kezdve csak a szakma kreativitásán és némi erőforráson múlik, hogy ezt meg is tudjuk csinálni. A gerincét, a csontvázát összeraktuk ennek a dolognak, és mindjárt önök is megnézhetik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, teljesen egyetértek az előttem elhangzottakkal, már csak amiatt is, mert ez számunkra tényleg a 21. századba lépést jelenti. Nagyrészt meg is előzve ezzel az evolúciós ugrással jó néhány a környezetünkben velünk együtt munkálkodó partnert is, úgyhogy majd őket is föl kell hoznunk arra a szintre, amire mi föl tudunk majd ugrani. De miről is beszélek? A mentési alapfolyamat néhány sarkos pontban megerősítésre érdemes. Az egyik ilyen pont maga a mentés irányítás, a másik a helyszíni munka, és a harmadik a megfelelő célintézet megválasztása. Most a második kettőről kevésbé szólva, hiszen a mai témánk a mentés irányítás. Ez nem szól másról, mint arról, hogy a mentési igény, ha fölmerül valahol, befut hozzánk az információ. A mi dolgunk az, hogy a megfelelő mentőegységet a megfelelő időn belül ahhoz a beteghez, vagy ahhoz a sérülthöz, vagy tömeges balesetnél azokhoz a sérültekhez küldjük, akik bajt szenvedtek. Az nagyon fontos, hogy a megfelelő egységeket küldjük. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz jó néhány célirányzott kérdéssel számos információhoz kell jutnunk. Azok a rendszerek, amelyek ezt a háttérben jól tudják támogatni, azok a megfelelő mentőegység kiküldésének a találati biztonságát az ennélkül működő rendszerekhez képest jelentősen tudják növelni. Tehát ha nincs ilyen támogató rendszer, akkor a mentőszolgálatok nemzetközi viszonylatban az esetek felében találják el, hogy milyen mentőegységet, milyen szintű ellátó egységet küldjenek a helyszínre. Azok a szolgálatok, amelyek működtetnek ilyen háttértámogató rendszer, 10-ből 9-szer a megfelelő egységet küldik. Ez nem azt jelenti, hogy ha nem a megfelelőt küldjük, hogy ott nem lesz ellátás, csak nem biztos, hogy az első pillanatban megfelelő ellátás, megfelelő szintű ellátás valósul meg. Ha túl biztosítunk, nagyon magas szintű egységet küldünk minden esethez, akkor az adott beteg ennek nem látja kárát, de a következő beteg igen, mert neki már nem jut. Ha alul biztosítunk, az se cél, mert az lehet, hogy olcsóbb, de az adott beteg nem kapja meg mindazt az ellátást, amit meg tudnánk neki adni. Emiatt fontos, hogy a szolgálat abból a pénzből, abból a kapacitásból, ami rendelkezésére áll, mindig a megfelelő egységet küldje. Ismétlem, azok a szolgálatok, és így mi is, akik ilyen rendszert használunk, azok 10-ből 9-szer ezt tudják a jövőben. A közeli jövőben, hiszen május 26-ára ennek a projektnek le kell zárulnia, minden jel arra mutat, hogy ezt le is tudjuk zárni. És ez a rendszer május 26-ától Magyarországon teljes országban működőkész lesz. A tömeges baleseteknél is működőkész. Ennél a balesetnél, amit államtitkár úr említett, 16 mentőegységünk indult a közeli helyekről, és másik 14 mentőegységünk egy kicsit távolabbról. Az utóbbi 14-et útközben vissza tudtuk fordítani, mert nem volt rájuk szükség. Ezzel a fejlesztéssel ez az indítás egy gombnyomással akár 30-40 vagy a rendelkezésre álló teljes kapacitás, vagy annak jelentős része tekintetében meg tud valósulni.
Úgyhogy itt az idő, hogy mi a 21. századba lépjünk. Ez úgy gondolom, hogy a mentőszolgálat egyik legnagyobb fejlesztési pontja és lehetősége. Bízom benne, hogy államtitkár úr még jó erőben lesz, hogy mindazt a kreativitást, amit bennünk van, az további erőforrásokkal is meg tudja támogatni, hogy ezek az álmaink, amelyeket ez a fejlesztés is lehetővé tesz, és újabb ötleteket ad ahhoz, hogy még mit csináljunk meg, azok megvalósulhassanak. Jó, tehát akkor csak egy emlékeztető a számokat, ugye 2010-11-12-ben is voltak mentőgépkocsi beszerzések, ugye úgy örököltük meg, hogy a mentőszolgáltat, hogy 2007 óta nem történt mentőgépkocsi beszerzés, a megelőző 3 évben 120 gépkocsit, mentőgépkocsit vásároltunk. Ami itt most történik, ez az uniós programnak az első 5 gépkocsia érkezett meg, ez a 200 új mentőgépjárműnek az első 5 darabja. Ami különlegesség, hogy ez már fel van szerelve azzal az elektronikus lehetőséggel, és a többi mentőgépkocsinak is a drótozása mozzajlik jelenleg, hogy már a központi adatbázisba tudja tölteni az ellátás során keletkezett adatokat, és a háttérben elkészült az elektronikus mentés irányítási rendszer, amelynek a betanítása most zajlik. Úgyhogy ebből látunk majd mindjárt egy demonstrációt, és folyamatban van még, ezt mindig említjük, 60 mentőállomás felújítása, a korszerűsítése és 22 új mentőállomásnak az építése, ezek különböző fázisban vannak, engedélyeztetés, tervezés, rövidesen a kivitelezés fázisában érkeznek ezek a programok is, és külön köszönni, azt se felejtsék el, hogy az egészségügynek nagyon komoly iparpolitikai hatása is van. Ezeket a járműveket egy magyar összeszerelő üzemben szerelik össze egy finn cégnek a magyarországi leányvállalata dolgozik itt velünk, és azt tudom, tehát a sajtóképviselő is ott lehettek, amikor meglátogattuk a gyárat. Azt el tudom mondani, hogy akik dolgoznak ezeken a járműveken, nagyon szeretik a munkájukat, úgyhogy munkahelyteremtés, és önnekik is ezúton köszönöm azt a minőségi munkát, amit a mentőszolgálat visszaigazolt nekünk.